A Miskolci Vasutas Sportlövőegylet képviselői tájékoztatták a szabályokról a Field Target Magyar Kupa 4. forduló és a Hunter Field Target versenyről a megjelent sportlövőket az Ondi Levente lőtéren. Majd az eligazítás után mindenki elfoglalta a lövészeit, és kezdődhetett a megmérettetés. Az országos szintű eseményen összesen 37-en indultak, akik között ifjúsági és szenior korúak is voltak. A célok a fegyverek teljesítménye szerint 7,5 zsúl vagy 16,3 zsúl között helyezkedtek el. A sportolók sűrített levegős légpuskát használhattak a verseny során, akiknek 25 pályán kellett teljesíteniük. Összesen 50 cél szimulált kisállatot, például patkányt vagy éppen varjút. A sikeres ledöntések 2 pontot értek, illetve ha a lövés a célt a találati zónán kívül érte, 1 ponttal gazdagodott a versenyző. A versenynek olyan szabályai vannak, hogy a célokat megfelelő sorrendben kell leküzdeni. Ugye távolság, illetve elhelyezkedés függvénye a dolog. A közelebbi célt kell először leküzdeni, mindenkinek utána a távolabbit. Ha nem állapítható meg a célból, hogy melyik van közelebb, melyik van távol, akkor először a bal oldalit, utána pedig a jobb oldali célt kell leküzdeni. Minden célra egyetlen egy lövés lehet leadni. Hiba pont az, amikor a bukó cél nem bukik le, tehát a cél az nem megy le. Azért 1 pontot adnak, 2 pontot adnak akkor, hogyha lemegy. Hát ugye az állatfigurákat nem nehéz eltalálni, mert elég nagyok, csak találati zóna az 15 és 40 mm között található, tehát azt a 15 és 40 mm-es célt kell eltalálni ahhoz, hogy a bábú ledőjön. A tereplövészet célja az, hogy a versenyzők leküzdjék az akadályokat, egy cél pedig egy lövés. A 2016-ban Magyarországon rendezett Európa-bajnokságon Európa-bajnoki címet szerzett Szilágyi Sándor már gyermekkora óta foglalkozik lövészettel. Emellett a vadászat is vonzotta, a két hobbi pedig nem áll távol egymástól. A Field Target tagja szerint ahhoz, hogy valaki profi sportlövész legyen, a legfontosabb a lövészet szeretete, a nyugodtság és sok gyakorlás. Ő speciális sportfegyvert használ. Ezek a fegyverek, ezek 16 zsúl fölötti, vagy 16 zsúlos légfegyverek, ezek speciális sportfegyverek, igazából nem nagyon kapható a kereskedelmi forgalomban. Amit tudni kell róluk, hogy levegővel működnek, 300 báros levegő tartálya, tehát sűrített levegő lövi ki a lövedéket, légfegyver ugyanolyan, mint otthon régen volt a Slavia, tehát azok a 4,5 mm-es lövedékeket használjuk, és hát távcső az, ami rendkívül fontos, itt a mi sportunkban, a Field Targetben igazából a távcső az, amivel a becsüljük, illetve mérjük a távolságot, és ennek a távolságnak a függvényében állítjuk be a balisztikát. Kicsit hasonlít ez a mesterlövészeknek a lövészeti ágához, ez egy ilyen kombinált vadászat, mesterlövészet, ez a Field Target. A legközelebbi állomás az a Németország Európa bajnokság, majd szeptember közepén a világbajnokságra utazunk ki Walesbe. A verseny szervezői a célok visszaállítását felhúzó kötelekkel végezték. Az 50 célból álló pályán az nyert, aki maximális pontszámot ért el. A megmérettetés célja ez alkalommal is a sportlövészet népszerűsítése és a kikapcsolódás volt.